Jó estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Érdemes lesz ma este is velünk tartani. Érdekes témákat gyűjtöttem össze. Matek logaritmusok nélkül, gyakorlatban előforduló példákkal, tételek helyett. Talán minden diák álma ez, és lehet, hogy ez a jövő. A Nemzeti Alaptanterv fejlesztőinek tervei szerint igen. A Nemzeti Alaptantervet Fejlesztő Oktatás 2030 munkacsoport weboldalán megjelent bejegyzés szerint az oktatás alapja a megértés lesz a mechanikus tanulással szemben. Életközeli, a gyakorlatban előforduló példák jelennek meg az elvont fogalmak, tételek ismerete helyett. A NAT-fejlesztők tervei szerint középiskolában csökken majd a számon kérhető tananyag mennyisége, a hangsúly a gyakorlati problémák vizsgálatára kerül át, a túlságosan elvont ismeretek kikerülnek a minimum követelményekből, így kimaradt például a logaritmus azonosságai és a logaritmikus egyenletek témaköre, a szögfüggvények általános kiterjesztése. A diákok egy részének nagy könnyebbség lenne a módosítás. Én nagyon örülök neki, mivel alapórán is nagyon sokat tanulunk erről a témáról, és úgy gondolom, akinek nem kell az élethez a matematika, aki nem a matematikával fog tovább tanulni, annak semmi szüksége nincsen erre. Állítólag egy kicsit ilyen tapasztalatszerzősebb lesz egyébként a matematika oktatása, tehát nem annyira elméleti, és kicsit kevesebb fogalomtanulással fog majd járni. Ehhez mit szólsz? Én nagyon örülök neki, mert sokan ennél a tanáraknál buknak el a legkönnyebben. Azoknak, akik eddig is szerették a matematikát és szívesen foglalkoztak a tantárgyal, nem jelentene könnyítést a Nemzeti Alaptanterv ilyen jellegű változtatása. Úgy gondolom, hogy aki nem ilyen pályára szeretne lépni, nem ezzel szeretne foglalkozni, annak számára nincs olyan nagy jelentősége, könnyebbé válik számára a középiskolai tanulmány. Mennyire nehéz egyébként mondjuk a logaritmussal kapcsolatos, a szögfüggvényekkel kapcsolatos feladatoknak, illetve magának a tananyagnak az elsajátítása? Szerencsésnek mondhatom magamat, mivel a matematika és a fizika az, ami különösképpen jól megy, de sokakat látok, akiknek vannak nehézségei e téren. Nem biztos, hogy könnyebb lesz, de ugyanúgy meg kell dolgozni, hogy elérjük a céljainkat, de én meg vagyok elégedve tökéletesen a matekkal, amit most tanulunk, szóval számomra ez nem fog úgy nagy megkönnyebbülést jelenteni, mert nálunk nem úgy vesszük az anyagot, mint általában, hanem fölbontva több részre, és a fogalmak is így könnyebbek. És inkább gyakorlati anyagrészt veszünk, nem elméleti alapon tanuljuk. Kovács Edit matematika tanár szerint nem könnyű azt a kort megtalálni, amikor a gyermek eldönti, hogy a matematikával tanul-e tovább. Nehéz megtalálni azt a határt, amikor eldönti a gyerek, hogy a matematikával tovább tanul, vagy nem tanul tovább. Aki nem tanul tovább a matematikával, szerintem annak nem kell se a forgásszögek szögfüggvényei, amit nem szeretnének belevenni a kötelező tananyagba, sem a logaritmus mélyebb megértése. De aki matematikával szeretne tovább tanulni, vagy más természettudományosságokban szeretné alkalmazni a matematikát, annak a leszűkített tananyag az nem lesz elég. Tehát, hogy azt a pontot kell megtalálni, amikor a gyerek tényleg el tudja dönteni, hogy neki a matematika kell a továbbiakban, vagy nem. Itt is nagyon fontos lesz majd a matematikában inkább a tapasztalatszerzésen alapuló oktatás, hogy erről mit gondol, ez mennyire lesz érdekesebb a diákok számára? Hát a gyakorlati alkalmazása a matematikának, meg a gyakorlati feladatok megoldása most is előtérben van. Hát ez hasznos, csak nem mindig csak erre kell koncentrálni, mert aki mélyebben akar matematikát tanulni, vagy kutatni akar, annak nem lesz elég, hogy mindig csak a gyakorlati jellegű feladatokkal találkozzon. Tehát itt is úgy gondolom, hogy meg kellene találni az egyensúlyt, hogy miből mennyi van benne. A matematika oktatás változásai várhatóan mindenkire más-más hatással lesznek, van akinek könnyebbséget és van akinek pont nehézséget okozhat majd, ha a tantárgy tananyaga csökken a jövőben. Egyre gyakoribb a zöld hályog, ami egy észrevétlenül kialakuló alattomos betegség, ezért nagyon fontos esetében a szűrővizsgálat elvégzése. Leginkább a 40-50 éves korosztályt érinti, és időben elcsípve még nagyon jól kezelhető.
Évente egy szűrővizsgálattal meg lehet előzni a bajt, ugyanis a zöld hályok tünetmentes, lassan alakul ki, és legtöbbször nem okoz fájdalmat. Visszatérő szemgyulladás, nem múló halánték körüli homloktáji fejfájás esetén lehet gyanakodni. Bizonyos betegségek esetén pedig nagyobb az esélye kialakulásra, sőt a családi halmozódás is jellemző. De hogy mi is ez a betegség? Már maga az elnevezés is furcsa, mert ez valójában nem zöld, meg nem is hályok, hanem tulajdonképpen a látóhártyának, a sejtjeinek a progresszív pusztulásával járó betegség. A nevét onnan kapta, hogyha glaukomás roham van, zöld hályogos roham van a beteg szeme, akkor zöldes fényben látszik tulajdonképpen a szemlencse, és innen kapta a megtévesztő nevét. Valójában a betegség nagyon sokrétű, van elsődleges betegség, másodlagosan kialakuló betegség. A lakosságnak tulajdonképpen, felnőtt lakosságnak 2%-a tekinthető glaukómásnak. Ez azt jelenti, hogy 100 felnőttből 2-nél előfordulhat. Maga a betegség elég furcsa, legtöbbször nem okoz tüneteket, alattomos, olyan, mint némelyik magas vérnyomás, hogy egy szemvizsgálat során derül csak ki, hogy az illetőnek magasabb a szemnyomása. Van, amikor apró enyhe tüneteket okozhat, amikor a szemorvosnak gondolnia kell rá, hogy ez a betegség áll fenn. Ilyen például az, hogyha visszatérő gyulladások vannak a szemen, nem jellegzetes gyulladások, vagy szem körüli fejfájás, halánték körüli homloktáj visszatérő fejfájás, vagy egyéb betegség előfordul, éreredetű betegségek, például magas vérnyomás, cukorbetegség. Hogyha elmúlt a páciens 40 éves, akkor általában az első olvasó szemüveg vizsgálatakor, kiválasztásakor meg szoktuk mérni mindenképpen a szemnyomást, és ha ilyenkor találunk eltérést, akkor kivizsgálás kezdődik. Családi halmozódást is mutat, hogyha valakinek a családjába, szülőknél, testvéreknél előfordul, akkor érdemes életkortól függetlenül is megmérni a szemnyomását. Vannak olyan esetek is, amikor ritkán veleszületetten, mint fejlődési rendellenesség a kis csecsemőnél, újszülöttnél találják ezt a betegséget, ilyenkor egyoldali, amúgy általában kétoldali szokott lenni a folyamat. Ősszel, télen gyakrabban előfordul, ez azért van, mert ilyenkor a szemben a pupilla tágabb, a szivárvány hártya, ez a színes rész, ami kinek kék, kinek barna, a széli része beszorul a csarnokzubba, ami tulajdonképpen az elvezető csatornácskákat rejti, és ilyenkor gyakrabban előfordulhat glaukomás roham. Ez jellegzetes tüneteket szokott produkálni, nagyon nagy szemkörüli fájdalommal jár, a látás homályos lesz, ilyenkor a páciens ilyen fényfele fordulva szivárvány színű fényeket lát, és hányinger hányás is előfordul. Ebben az esetben a normális szemnyomás, ami maximum 21 higanymilliméter szokott lenni, 40-60-80 higanymilliméter is lehet. Ilyenkor nem csak az egyik szembeteg, hanem a másik is, tehát mind a kettőt kezelni kell végső soron. Említette a rohamot. Ez a betegség, ez akkor így hirtelen kialakul a semmiből, vagy szépen lassan, fokozatosan? Általában fokozatosan alakul ki, de mindenféle előzetes tünet nélkül megjelenhet. A páciens nem is gondol rá tulajdonképpen, hogy neki ez a betegsége. Összetéveszthető esetleg más hányás hasmenés, hányás miatt például egyéb hányás hasmenéses betegséggel vagy szívinfarktussal, mert annyira beteg benyomását kelti, hogy más egyéb betegséggel hozzák összefüggésbe. És említett, hogy ritkán csecsemőkorban is előfordul, de kik azok, akik veszélyeztetett
tesztek, melyik az a korosztály, akit leginkább érint tulajdonképpen ez a betegség? Általában a 40 éves kor fölött szokott előfordulni gyakrabban. Tulajdonképpen ennek a szem anatómiájával függ össze. Ilyenkor beszűkülnek azok a csatornácskák, amiken keresztül el szokott folyni a szemben termelődő folyadék, az úgynevezett csarnokvíz. Ez a csarnokvíz a lencse táplálására hivatott, és ennek a termelésekor vagy megnől, ennek a folyadéknak a termelése, vagy az elfolyási csatornák beszűkülése miatt a szem megkeményedik. Nem tud tágulni, van ez a fehér burok, amit látunk mindenkinek, az úgynevezett szemefehérje, egyedül a szem hátrafele tudna tágulni, itt pedig belép a szembe a szemideg, az őt ellátó artériával együtt. Na most, hogyha hátrafele ez elnyomódik, tulajdonképpen akkor jön létre a szemideg rostoknak a pusztulása, progresszív pusztulása, ami aztán a további későbbiek során vaksághoz, illetve a látótér beszűküléséhez vezet. De hogyha időben van kapva, akkor milyen módon kezelhető, illetve milyen arányban gyógyítható? Maga a betegség nem gyógyítható, hanem szinten tartható. Helyileg szemcseppekkel kezeljük, többféle szemcsepp van. Egyik része a magát a csarnokvíz termelését csökkenti, másik része az elfolyást növeli, tehát a csatornácskákat tágítja, illetve ezeknek a kombinációja is létrejöhet. A szemcseppek tartalmazhatnak egy hatóanyagot vagy többet. Az a lényeg, hogyha kombinált maga a szemcsepp, akkor azonos hatóanyagú készítményeket nem használhatunk többet egyszerre, mert az túladagoláshoz vezethet. Ezeknek a szemcseppeknek a rendszeres használata megelőzi a látótérnek a beszűkülését, és ezáltal a páciens valamilyen dioptriás szemüveggel vagy anélkül egész élete folyamán valamilyen szinten jól fog látni. Rendszeres kontrollra kell járni, a cseppentés az napi szinten egyszer-kétszer többször történhet. Végső esetben, hogyha nem javítható, nem megoldható ez a cseppentés, akkor szoktak lézerkezelést végezni a szemen, vagy pedig nagy Isten műtétet. Lehet-e valamilyen módon megelőzni? Magát a betegséget megelőzni nem lehet. Általános szabályok azért vannak, egyéb betegségünk ne legyen. Magas vérnyomással, cukorbetegséggel, hormonháztartás betegségekkel együtt jár. Megnövekszik a száma ilyenkor ezeknek a glaukómás betegeknek, ezért általános állapotunk legyen jó. Ezeket a társbetegségeket tartjuk kordában. Lehetőleg ne legyen szükség steroidkezelésre, mert vannak olyan gyógyszerek, amik ennek a betegségnek az előbújását elősegítik. Illetve, hogyha tudunk róla, hogy a családban volt ilyen beteg, akkor járjunk el szemészeti vizsgálatra, és kérjük meg, ha nem elfelejtették volna megmérni, hogy mérjék meg a szemnyomásunkat legalább. Kismama masszázs, pszichoterápia, nőgyógyászat és különféle szűrővizsgálatok is várják a várandósokat, vagy a gyermeket tervezőket, vagy éppen azokat a párokat, akiknek valamilyen oknál fogva nem fogan meg a baba. Új magárendelő nyílt a Budai úton. Női Egészségcentrum várja mostantól a gyógyulni vágyókat a Budai úton. A rendelőben a várandós gondozás teljes vertikuma megtalálható. Az embernek mindig vannak olyan készítései, hogy valami újat hozzon létre, valami addig nem működőt. És hogyha ezt abban a szakmájában, amit 11 éves kora óta szeretne csinálni, és amit nagyon élvez, és amivel nagyon jól érzi magát, ha ebbe tudja megcsinálni, akkor ez különösen jó dolog. Szeretem volna ezt az egész terhes gondozás, várandóság témakörét egy olyan intézménybe bevinni, ahol nem csak én ülök ott és fogadom a kismamákat, hanem egy komplex csapat, akik a legmodernebb magzati diagnosztikától, a legmodernebb ultrahangvizsgálatoktól, egészen a kismama tornáig,
a dietetikai tanácsadásig, a szülésznői gondozásig, a különböző belgyógyászati problémák kezelésig, mind erre az egy problémára fókuszálnak, és minden ezzel foglalkoznak, és hogy a kismamáknak akár egy vérvételese kelljen máshova menni, mindent itt egy helyen megtaláljon, és lehetőség szerint jól is érezze magát ebben a kicsit más állapotban, ahol lehet, hogy kicsit kiszolgáltatottnak érzi magát, hogy biztonságban legyen, és mindent megtaláljon, amire szüksége van. Hogy nekem van egy álmom, és hogy én itt vagyok, az egy dolog. De az egésznek a hitelességét a csapat fogja megadni, akik ebben a munkában részt vesznek. Ezért számítottam első között a Cerzel Intézetre, akik a útrang diagnosztika, a magzati diagnosztika részét adják. De a Endocare is egy nagyon-nagyon fontos partneremnek remélem, aki a nem csak a terhességi endokrinológiai és diabetológiai problémákkal, hanem a meddőségi problémával is nagyon komolyan tud foglalkozni. Tehát igazániból itt a, nem csak a férfi, de a férfi meddőség kérdését is megpróbáljuk felölelni. És a, még egyszer mondom, a várandós gondozás teljes vertikumát, de ugyanúgy a szülészet nőgyászat különböző problémával is azt gondolom, hogy egy nagyon széles ellátást tudunk majd nyújtani. Fel lehetne sorolni a szolgáltatások számát tulajdonképpen, tényleg minden itt lesz egyben. Igen, tehát remélhetőleg 3-4 nőgyógyász, vagy akár még több is fog itt rendelni. A feleségem révén a pszichoterápia, gyermek és felnőtt pszichoterápia is nagyon markánsan megjelenik, de tehát a belgyógyászati problémák kezelésében is, ami a terhességet, a várandós gondozás érinti, abszolút itt leszünk. Az Endocare Intézet révén az endokrinológia és a diabetológia nagyon markánsan megjelenik. Nagyon nagy hangsúlyt szeretnék fektetni a várandós gondozás során a dietetikai tanácsadásra. Nagyon szigorúan szeretném bevezetni a terhes gondozásba a különböző mozgásformák lehetőségét, és itt is egy olyan szélesebb merítés lesz áll rendelkezésre majd a kismamák részére, tehát kismama jóga, kismama torna, pilátesz, medencefenék, izomerés történik. Meg szeretnénk szervezni a szülésre való felkészülés tanfolyamát. Nagyon komoly fórumot szeretnék adni a szülésznőknek a szülésznői gondozás területén. Biztosított különböző masszázsformák, itt is már vannak olyan masszázsformák, amik direkt a kismamák számára, hiszen ez egy speciális kérdés, és nagyon sok kismamánál olyan mozgásszervi problémák vannak, hiszen megváltozik a testnek a statikája, és a hagyományos masszörök óvakodnak ahhoz, hogy egy kismamához hozzányúljanak. Gyógyszeres lehetőségünk ilyenkor nagyon minimális, és van olyan masszőrünk, aki ezt a kérdést fel tudja vállalni, és speciális masszás technikával tud ezeken segíteni. Meg lesz szervezve a vérvétel lehetőség, tehát a kismamáknak nem kell bemenni az álmélátásba, és ott várakozni esetlegesen, és sorra kérnek, időre érkezve. Tehát egy gördülékenyebb, gyorsabb ellátást próbálunk megszervezni, biztosítani számukra. Az intézményben nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy az odaérkezők egy nyugodt hangulatú környezet fogadja. A szobák kialakításánál törekedtek a családközpont mégis diszkrét megoldásokra. Próbáltam ezt a rendelőt is úgy kialakítani, hogy a teljes gondozásnál bent a helységben bent lehessen akár a család, a férj is, és hogy akár egy nőgyászati vizsgálatot is úgy lehessen elvégezni, hogy a kismamának is a szégyenérzete semmilyen módon nem sérül, hogy el legyen szeparálva egymástól, de ugyanakkor részese lehessen a család is, hogy ott lehessenek az ultrahangvizsgálatnál is. Tehát, hogy a diszkréció az mindenféleképpen nagyon fontos, de hogy a kényelmi szempontok is minden adott legyen. Családközpontú szemlélet, ami annak idején a szülőszobáról indult, hogy az apa jelenléte a szülőszobán, és az elmúlt években ez megpróbál egy szélesebb alapra helyeződni, és hogy a családközpontoság, hogy megjelenjen a gyerekágyas osztályon, megjelenjen a terhes gondozásban, lehetőség szerint megjelenjen a járóbeteg ellátásban, és ezt szeretném behozni ide egy magánrendelőbe is. Tehát
van hátul gyereksarok, a gyerek is el tudja magát foglalni ezzel az idő alatt. Tehát, hogy tényleg, hogy jól érezzék magukat ebben a helyzetben a kismamák. Az intézetben azoknak is próbálnak segíteni, akiknek valamilyen okból kifolyólag nem sikerül a baba. Nem csak a női, de a férfi meddőséggel is foglalkoznak a szakemberek. Meseszép csipkék, hagyományos vagy egyedi stílusú elegancia. Ezekkel is találkozhatott az, aki múlt héten ellátogatott az Európa Klubba. A csipkeverés fortéjait Gergő Katalin mutatta be az érdeklődőknek. A magyar hímzés motívumokat, falragás motívum, tehát a régi magyaros motívumokat hogyan lehetne átültetni csipkébe? És addig spekuláltam, hogy ezt kitalálta. Gergő Katalin csipkeverő fáj Aladárnéról, a Hunnia csipke megalkotójáról mesél éppen. Ez a csipke olyan nagy népszerűségnek örvendett később, hogy Körös Tarcsán még egy Hunnia csipkeverő műhely is alakult. A csipkeverés készítésének eredete a múlt homályába vész, azonban a mesterség ma újra nagy népszerűségnek örvend. Vercsipkék, amiket itt kiállítottam, kiraktam, különböző stílusú vercsipkék, nagyon sokféle a stílus. Ha megnézik, akkor az látják, hogy mindegyik ugyan vercsipke, mégsem egyformák. Attól függ, hogy milyen stílusban készültek. Mennyire népszerű itt nálunk, esetleg hazánkban, Magyarországon a csipkekészítés, csipkeverés, ugye vercsipkékről van itt szó. Mennyire van ez még ma jelen nálunk? Ma már egyre inkább szerencsére, bár volt olyan idő, amikor én megtanultam közel 30 évvel ezelőtt, akkor már majdnem kihalt ez a kis mesterség, nagyon kevesen tudták az alapokat nekünk megtanítani. Ma egyre többen érdeklődnek iránta, nem csak úgy, hogy nézni, hanem úgy is, hogy az alapokat elsajátítani. Volt időszak Fehérváron, amikor általános iskolában és középiskolában fakultatív szakköröket szerveztek. Mondhatjuk azt, hogy ez egy türelemjáték egyébként? Igen, nyugodtan mondhatjuk, mert rendkívül időigényes. De hát ez adja meg az értékét, hogy nagyon sok élő munka van benne. Egy-két óra alatt nem lehet csipkét készíteni, tehát annál sokkal több idő kell a vercsipke készítéséhez. Egy nagyon kicsi darabot, mondjuk egy karácsonyfa díszt, azt 4-6 óra alatt készítem el. Egy gallér az, ha már méves, akkor 100-120-140 órai munka. Milyen anyagokat érdemes ilyenkor igénybe vennünk, hogyha nekiállunk esetleg otthon? Orgolócérnából már lehet dolgozni, de lehet dolgozni gépsejemből, és hát vannak speciális cérnák is, én is dolgozom valódi lencérnából, amit hagyatékból vásároltam aranyáron. A csipke apró mintás textília, melynek sajátossága, hogy a mintát nem utólag viszik rá a készanyagra, hanem a textil készítése közben jön létre maga a minta is. Gergő Katalin igazi mestere a csipkeverésnek, így a keddi program alkalmával egészen az alapoktól mutatta be a mesterséget az érdeklődőknek, a gyakorlatot pedig érdekes, régi történetekkel fűszerezte meg a csipke készítéshez kapcsolódóan. Feltesz az ember egy ilyen nyakkendőt, és bárhova. A lyukacsos áttört anyag könnyedsége, légiessége miatt igen reprezentatív megjelenésű, ezért az öltözködésben kapott először szerepet, de mint azt láthattuk, ma is különlegesége lehet ruházatunknak. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Én pedig jövő héten a megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Viszontlátásra!